Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, kedves vendégeink, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Azért jöttünk össze, mert újabb évforduló előtt állunk, kórházunk egy emblematikus orvosa születését ünnepelnénk. 110 éve született dr. Rajner János főorvos úr. Ez a kis emlékülés az ő emlékét idézi meg azoknak, akik nem ismerték, meg azoknak is, akik ismerték. Az emlékülésünkben én mondok először egy kisebb előadást. Rajner főorvos úr a centrálval, utána Dinnyés főorvos a mai belgyógyászatról, és nagy örömünkre szolgál, hogy Naszladi professzor úr, aki hát személyesen is ismerette Rajner főorvost, és egykoron innen indult, sokan ismerik is még, ő elvállalta a harmadik előadást, és ezzel teszünk pontot az íre, és méltán ünnepeljük meg ennek a nagyszerű orvosnak az életét. Mielőtt belevágnánk, két kollégáról kell megemlékeznünk. Gönczi Béla a baloldali képen, ő a kórház első igazgatója volt, és 33-ig ő igazgatta ezt az intézményt. Az, hogy ő a 20. század egyik legnagyobb esztergomi orvosa lehetett, a kórház megalapítója, abban nem kis szerepe volt kollégájának, Vándor Ödönnek, aki évfolyamtársa volt, és ő volt az első belgyógyász Esztergomban. Rajner főorvos ismerette Vándor Ödönt is, és a sírjuk is, Göncinek is, és Vándornak is a belvárosi temetőbe nincs messze egymástól. Két csodálatos orvosfigura, akik megelőzték Patonai Jánost. Egy pár szóba a családot szeretném bemutatni, a Rajner családot. A törökkori Magyarországra vezethető vissza a család története. Konkrétan a nemesi címert, vagy a nemesi előnevet Lontóhoz kötik. Lontó egy kis község Lévától délkeletre, egy 27 kilométerre az Ipolyságnál. Innen származik a család. Ezt a lontói nevet soha nem használta Rajner főorvos, de azt hiszem, hogy senki se a családba. A családról néhány szót hadd mondjak el. Rajner József Kabzai Ágnessel kötött házasságából 4 fiú született. Az egyik Rajner Pál, akiről azt kell tudni, hogy politikai karriert futott be. Gulyon Rihárnak volt a szántsegédje, majd Hont megye alispánja és Bas megye főispánja is, sőt az Andrássy kormányban Magyarország belügyminisztere volt. Lontón van eltemetve, itt látható a sírja. A második fiú szintén nagy karriert futott be, ő egyházi pályán futott be nagy karriert. Ő Viszken született, és a 1866-ban szentelték pappá. A legnagyobb karrierje, vagy a karrierjének legnagyobb állomása az esztergom érseki helynöki cím. Neki a Rajner család nagyon sokat köszönhet, hogyha letetszenek sétálni a Bazilika altemplomába, a lépcső alján egy kicsit jobbra tekintenek, akkor az ő sírja ott található. A harmadik testvérről, Gézáról nincsen fotóm, azt kell tudni róla, hogy ő orvos volt. Tehát valószínű, hogy szerepe volt abban, hogy Rajner János is az orvosi pályát választotta. Ipolyságon volt orvos. És a negyedik fiú az idősebb Rajner János, aki káptalani főintéző lett, és az ő általa kötött, Kunetellel kötött házasságából 5 gyermek született. Az első az Rajner Lajos, aki 18 évesen meghalt az első világháborúba. Aztán Rajner Józsika, aki 7 hónapig élt. Katalin és Margit, aki az egyik apáca volt, a másik háztartásbeli. És Rajner János, akihez eljutottunk, és őt ünnepeljük. Róla van szó, a köznév még ma is Muki bácsinak hívja Rajner Jánost, és kevesen tudják, hogy honnan van ez a név. Az ő védőszentje Nepomuki Szent János volt, és ebből valaki ráragasztotta a Muki nevet, és Esztergomba ez a szeretet megnyilvánulása volt,
és ma is, hogy mindenki csak Muki bácsinak említi. Nepomuki Szent János ugye a 14. században élt, és 4. Vencel idejében ölték a Moldvába a Károly hídról, mert nem fecsegte ki a királynő gyónási titkát, és így a gyónási titok és a hajósok, utazók védőszentje. 18. századtól lett szent, és Csehországnak ő a védőszentje. A másik kép az Prágába a síremléke, a Szent Vitus Székesegyházba. No, kicsit elkalandoztam, és térjünk vissza Rajner Jánoshoz, aki 1904. február 26-án született az Abaújtól a vármegyei Abaszéplakon. Találtam egy szép képet Abaszéplakról, meg egy rosszabbat is, ez a mostani Zicsi kastély szintén ugyanott. Abaszéplak, hogy földrajzilag el tudjuk helyezni, a 60-as évektől kezdve Kassához tartozik. Tehát Kassa külterülete, így Rajner János is egy kicsit kassai. Itt a kassai dómot látjuk. És hát Kassáról, ahol, amely tavaly az Európai Kulturális Főváros volt, és már alig hallani magyar hangot Kassán, azért néhány embert adott a magyar kultúrának, és nyugodtan mondhatom a világkultúrának is. Grosmit Sándor, Grosmit Géza, akit Márai Sándor és Radványi Géza néven ismerünk, Petes Sándor, Salkaházi Sára, aki boldoggá lett avatva, és a nagyságos fejedelem Bercsényi Zrínyi Ilona, aki ebben a templomban van eltemetve, de Gönczi Béla, akiről ez a terem van elnevező, is Kassán született. Rajner Jánosnak egy fiatalkori képe. 4 éves korában vesztette el az édesapját, és onnantól kezdve nagybátyja, a püspök is tápolta és egyengette az útját. Az esztergomi bencéseknél végezte el a középiskolai tanulmányait, és utána a Pázmány Péter Egyetemre nyert fel vételt 1922-ben. 28-ban végezte el az egyetemet, akkor kapott diplomát, és a pályáját a Rókus Kórházba kezdte. A Rókus Kórház az mindannyiunk előtt ismert, ugye tipikusan ez is a szegény házból lett kórháza, hogy a mi kórházunk is, ahogy Szálasi Árpád ezt leírta, csak egy kicsivel előbb, ugye a Rókus Kórház a 18. század végén alakult, és hát azért nem kis része a magyar orvostársadalomnak, itt indult, itt dolgozott, elég, ha csak azt mondom, hogy 1851-től a szülészetet Semmelweis Ignác vezette. Nem volt sokáig Rajner János a Rókus Kórházba, mert 28 végén már Esztergomban találjuk, és berobban a város közéletébe, mindent elvállal hirtelen, ő volt a 20-as évek végének iskolaorvosa, minden óvodának, iskolának ő volt az orvosa, magárendelést tartott, előadásokat tartott, szóval egy hihetetlen, népszerű és elismert orvosa lett a városnak is. 32-ben már tiszteletbeli főorvos, és amikor Vándor Ödön, az előbb vetített Vándor Ödön sokat betegeskedett, akkor a belgyógyászatot már mind másodfőorvos ő irányította, és amikor meghalt Vándor Ödön, akkor a belvárosi temetőben a sírjánál már Rajner János mondott egy megható beszédet. Ő nagyon jól érezte, hogy abban az időben a belgyógyászati betegek többsége tüdőbeteg volt, konkrétan TBC-s. És ezért elhatározta, hogy alapos ismereteket szerez a TBC gyógyításával, és bentlakásosként, mint főorvos, elment az Erzsébet királynő szanatóriumba, amely most ugye a Korányi TBC és pulmológiai intézet, ahonnan professzor úrnak is kellemes vagy kellemetlen emlékei is vannak, és ott sajátította azokat a TBC gyógyításához szükséges ismereteket, amit akkor a kor adott neki. Ugye ne felejtsük el, hogy
hogy ekkor még Domák nem fedezte fel az ilyen hát, tehát még a terápia előtt vagyunk, és akkor a TBC-s betegeket csak szanatóriummal, kvarckezeléssel, légmellel, egyéb más kezelési móddal próbálták gyógyítani. Hogy mennyire sikeres volt a tüdőgyógyászat területén Rainer főorvos, egy kimutatást szeretnék felvetíteni, amiben az látható, hogy 29-től 36-ig majdnem 1500 TBC-s beteget kezelt, és ha megtetszenek nézni, több mint 2000 légmell kezelést végzett. Ma, amikor egy mellkas funkciónál izgulunk és feszültek vagyunk, hogy csináltunk egy kis PTX-et, és pánikba vagyunk, hogy ja Istenem, artificiálisan PTX lett, akkor tudni kell, hogy abban az időben ez elfogadott kezelési mód volt a mesterséges PTX, abból a remélt dologból, hogy az összeesett tüdő jobban fog gyógyulni. Azért 2000 körüli légmell kezelés az elismerést érdemlő dolog volt az ő idejében. Nem csak a város, meg a környék, hanem a megye és az ország különböző helyéről is hozták ide a tüdőbetegeket annak idején. Egy másik működési bizonyítvány, ami azt bizonyítja, hogy nem csak a belgyógyászat, hanem a tüdőgyógyászat területén is kimagasló munkát végzett, két alkalommal is a tüdőosztályt vezette a belgyógyászat mellett Rainer János, és erről Egerhofer főigazgató adott ki egy működési bizonyítványt 1945-ben. Szigeti főorvost akkor még nem hozták vissza, hogy nem jött vissza a katonaságtól, és a tüdőosztályt is ő irányította. Ismert a város csak nem valamennyi polgárát, így úgy mindig, mindenki betege volt. Volt azonban néhány kiemelkedő betege is, például Serédi Bíboros vagy Mincenti Bíboros, ami szerencsés és szerencsétlen dolog is, olyan szempontból, hogy Fejtinger Sándor annak idején az önéletrajz írásában Kopácsiról is, meg Simor Bíborosról is leírt bizonyos egészségügyi és orvosi ismereteket, Rainer főorvos viszont semmit nem írt róluk. Igazán nem maradt meg róla, vagy tőle olyan dokumentáció, hogy milyen betegségekkel, milyen problémákkal kezelt a bíborosokat. Egy harmadik híres betege Rainer Jánosnak a Marcsa fotóról, hát rögtön mindenki látja, Babits Mihály. Mielőtt erről beszélnék, azért kötelességem megemlíteni két olyan kollégát, aki ambulanter szintén kezelte Babicsot. Ugye Kis Ernőről van szó, Babits mellett található, ő cserélgette Babicsnak a GG-jében levő sztómát, és Berényi Zsigmond, aki ambulanter kezelte Babicsot. Babics a kórházzal két alkalommal ismerkedett meg igazán. 1941-ben, áprilisban jöttek ide az Előhegyi Házhoz, 24-ben vették meg Esztergomba az Előhegyi Házat, és minden nyarat itt töltöttek. És 41 áprilisában rosszul lett, és egyből a kórházba hozták be Rainer főorvos osztályára. Aztán júliusban még egyszer feküdt itt, és Babits néhány sort feljegyzett a beszélgető füzeteibe. Ugye ezt elég rég adták ki, mert 68-ban adtak ki a Szépirodalmi Kiadó, Babits nem tudott már beszélni, és egy kis papírra írta le, hogy milyen kívánsága van. Itt például leírja, rosszul írta Rainer főorvos nevét, de így írta le, a B pedig Berényi Zsigmondot jelentette, tehát szoros kapcsolatba kerültek. Vagy teljesen megható ez a pár sor, amit Babits Mihály írt le. Egy nővérgárda volt Babits körül, és Centula nővér a leírt kis papírról telefonon mondta be Rainer főorvosnak az itt olvasható, hát számomra megható szöveget. Ez egy olyan nagy költőnek, aki a halálán van, és mellette is olyan verseket írt, de most nem erről szól az előadás.
A családi hagyomány úgy tudja, hogy, és hát ez így igaz, többször volt fenn az előegyi villában Rainer főorvos úr is, és még Rainer Orsa is azt írja, hogy ott van az előhegyi ház falán Rainer főorvos neve is. Én szombaton nagyon jó idő volt, fölmásztam, be kellett mászni, mert még nem nyílt meg, de furcsa módon tegnaptól megnyílt az előhegyi Babits ház, úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe. Én végig nézegettem, és nem láttam, nem találtam. A legutóbbi felújítások után valószínű, hogy eltűnt Rainer főorvosnak a... Szóval végig... Igen, igen. Nagyon sok ismert ember van. Menjenek el oda, és ilyen kilátás van Esztergomra onnan. Egy picit Rainer János életéről is. 33-ban Fetter Beatrixet vette el, ő lett a felesége, aki egy pedagógus, pesti pedagógus családból származott. Két gyermekük született, Miklós és Orsolya, és külön szeretettel köszöntöm Rainer Orsolyát körünkbe. Ő azt gondolom, hogy Miklós, de hogy ő ki, az talán csak maga tudja, vagy ez lehet, hogy maga, vagy... Szóval... Miklós? Egy fiatalkori kép Rainer főorvosról. Ez pedig a Rainer ház, ami ma is áll. Ide, ha jól tudom, akkor a püspök vette meg ezt a házat a családnak, és Miklós élt itt hosszú ideig. Ez a ház most is ilyen, talán ez a fa nincs ott, és nincsen ott a Marosic István által készített Liszt Ferenc szobor, és a bazilika, az bazilika mellett a vár egy picit másképp néz ki, de a Rainer ház ma is él. Igazán jó lenne, ha ezen a házon egy emléktábla hirdetné Rainer főorvos úr emlékét. Ebből a házból indult elő nap mint nap a gyógyító útjára, a kórházba, aztán utána a betegekhez, szerte a városba, és valahol Szent Györgymezőn fejezte be Mitter Lajos bácsinál és Bárdi Pista bácsinál a napját, ami már elég későre járt, és évtizedeken keresztül ez volt a munkája. Én ahány képet kaptam, meg találtam, ott mindig sok ember van körülötte. Hihetetlen népszerű és szeretett ember volt. Egy pár képet vetítek fel ebből, és néhány véleményt kollégákról, ismerősökről, tanítványokról, mit gondoltak Rainer Jánosról. Egenhofer Béla a kórház második igazgatója, és nagyon jó barátja ezt a mondatot mondta róla. Naszladi Attila professzor úr, vagy 10 évvel ezelőtt, amikor egy riport keretében beszélgettünk, nagy szeretettel emlékezett Rainer Jánosra. Olyan dolgokat adott át nekem, amelyek nem voltak leírva. Ezt így mondta a professzor úr, megvan magnón. Egy nagy vizit Rainer Jánossal. Buga Marian, aki innen indult szintén Esztergomból, aztán a Margit Kórház vezető belgyógyásza lett, és hihetetlen jó személyiségű, szeretett kollega volt. Így emlékezett vissza Rainer főorvosorra. Egy készülék, professzor úr, még talán dolgoztál is vele, ha jól tudom, akkor ez egy krok készülék. Ez a spirometria, a légzés funkció elődje. Krog pedig 1920 körül kapott Nobel-díjat a spirometriás dolgai miatt. Rainer főorvos úr fiatalkori képe ezzel a... Holló János, aki Boga Mariannal egy időbe kezdett itt Esztergomba, és aztán a hányatott történetű Margit Kórháznak lett vezető belgyógyásza és igazgatója is, szintén nagyon jó szívvel emlékezett Rainer főorvosra. A belgyógyászati osztályon, hát ez egy előtér volt, ott Rainer főorvos úr és csapata. Kopasz László, akit sajnálom, hogy nem tudott eljönni, ő is gyengélkedik. Fiatal orvos volt
Rainer főorvos mellett, és amikor én erről beszélgettem vele, hogy ez szinte hihetetlen, hogy valaki ráhajol egy hasra, és megmondja, hogy mezenteriális trombózisa van, azt mondta, hogy ez megtörtént eset, és ez így volt. Szóval akkor nem voltak még gépek, egy fonendoszkóp volt, és az a tapasztalat, amit Rainer János meg tudott szerezni, és megszerzett. Egy kép szintén a csapatról, itt talán néhány ember föl is ismerhető, Reményi Antal ott a bal sarokba, fiatalkori képe, aki szeretettel köszönt mindenkit, de influenzás, lázas, és nem tudott eljönni, de külön köszöntötte a professzorát is. Kisné, a Vili néni, Tóth János, Betlen Attila, szóval a régi gárda néhány tagja. Bense Imre is remek diagnosztának nevezte a főorvosodat. Szintén egy csoportkép, ott a bal oldalon Boga Marian és a kislánya. Boga Marian is már 80 év fölött van, azt hiszem. A kislány pedig megnőtt. Varga Dénes, aki természetesen családi kötődése is volt, tőle tudtam először, hogy hogyan halt meg a főorvos úr. Ő megengedhette a családi kötöttség révén, hogy szubjektív dolgokat is mondott, tehát, hogy dohányzott, meg piknikus alkatú volt. És tényleg így volt, hogy Tábori Lajos és Kopasz László csinálta az EKG-t meg a főorvosának, akkor még elő kellett hívni az EKG-t, tehát nem úgy ment, mint manapság, és ők látták, hogy infarktus van rajta, és nem mertek bemenni Rainer Jánoshoz, és megmutatni az infarktust, aki hát néhány mondattal kommentálta, és hazament. Akkor ezt az akut infarktust túlélte, de nem sokkal rá elhalálozott. Megint egy csoportkép. Bádi István, akit említettem, hogy barátja volt Rainer Jánosnak, és ő Esztergomnak az utolsó szabadon választott polgármestere volt, de tudni kell, hogy amikor a jogi iskoláit elvégezte, akkor itt kezdett a kórházba. Tehát egy fél évig kórházi dolgozó volt. A kórházhoz mindig is kötődött, és nagy szeretettel beszélt a kórháziakról. Nekem volt alkalmam vele találkozni, még kezeltem is, és ő mondta el, hogy Egenhofer Béla vette ki a vakbelét például. No, Rainer Jánosnak tulajdonképpen három nagy barátja volt. Egenhofer Béla, aki igazgatója is volt, és azért meg kell említeni, hogy például 1945-ben, amikor a kórházat ki kellett volna telepíteni, és a hivatalos iratok nem csak a kórházat, hanem a város kiürítéséről is rendelkeztek, akkor Egenhofer Béla Rainer Jánossal együtt kiállt azért, hogy ez a kórház nem mehet innen el, és nem is ment el. Itt maradt. Vagy Bádi István, aki az előbb említettem, nagyon jó barátság fűzte a főorvos úrhoz. Érdekes módon 56-ra egy picit utaljak, 56-ban a Nemzeti Tanács tagja lett egyedüli orvosként Rainer János, az elnöke a polgármester volt. Igazán az 56-os tevékenységéről nem nagyon sokat tudunk. Nem, azt gondolom, hogy ő a határtalan tapasztalatával és tekintélyével egyfajta rendet sugárzott. Azért az nem, amellett nem mehetünk el szótlanul, hogy Darabos László, aki a bőrgyógyászat tanára volt itt Esztergomban, és gyakorlatilag 56 után őt ítélték el igazán az esztergomi orvosok közül, el is kellett hagyni Esztergomot. 57 tavaszán többször megpróbálták begyűjteni a hatóságok, és az első begyűjtést úgy kerültek ki, hogy Rainer Jánossal megbeszélve befeküdt a belgyógyászati osztályra, és amikor megjelentek itt a rendőrök a belgyógyászaton, akkor Rainer főorvos erjesen tiltakozva nem engedte, hogy beteget az ő osztályáról elvigyenek.
Tehát ez azért egy kis adalék az akkori dolgokhoz. Végtelenül szomorú vagyok, hogy egy könyvet tudtam csak ide felvetíteni, Mosonyi Lászlónak a gyakorlati belgyógyászatát. Mosonyi László barátja volt Rainer főorvosnak, és gyakorlatilag az ő kezei között halt meg. Két-három naponként jött le az infarktus után a professzor úr Rainer Jánoshoz, és a halál egy ilyen látogatás kapcsán érte. Azért vagyok szomorú, mert végig szörföztem az internetet, és meg vagyok döbbenve, hogy Mosonyi László professzorról nem találtam képet. Zárójeljegyzem meg, hogy Sári Sápon született, tehát a környékünkhöz kötődik, és Hajnal Imrének volt egy kiváló tanítványa, illetve a klinikát is egy-két évig aztán ő vezette, de például a becsületrendet megkapta Mosonyi László, és nincs az interneten egy kép. 1965. április 11-én hirtelen halt meg, itt egy képet látunk az akkori sírjáról, és a mostani sírról, ahol mindig van virág, a Szent György mezei temetőbe. Én azt gondolom, hogy Rainer János kórházunk történetének egy olyan kimagasló orvosa volt, hogy méltó megemlékezni róla és az emlékét ápolni. Ezekben a kis füzetekben, amit itt néhány embernek kiosztottam, azt próbáltuk meg, hogy ezzel is az ő emlékét éltessük és példaként állítsuk a fiatalok elé. 65 után a belgyógyászatot Lélek István főorvos vette át, majd 80-tól Szonták Csaba, és ezt követően Rainer János örököse dr. Dinnyés József, aki most fog beszélni a jelenlegi belgyógyászatról. Tisztelt professzor úr, tisztelt emlékülés! Először is engedjék meg, hogy megköszönjem Osvai főorvos úrnak, hogy ezt a megtisztelő felkérést tette irányomban, hogy beszélhetek az esztergomi belgyógyászat jelenlegi helyzetéről. Ahhoz, hogy ezt a dolgot egy komplexen lássuk, kicsit vissza kell nyúlnunk az időben, méghozzá 1970-ben. Akkor szűnt meg a Dorogi Járási Tanács Kórháza Dorogon, és egyesült az esztergomi intézménnyel, Esztergom Városi Tanács egyesített kórházai néven. Az esztergomi belgyógyászat Lélek István vezetésével az egyes belgyógyászat lett, illetve Dorogon a kettes belgyógyászat lett Zsemberi Dezső főorvos úr vezetésével. A következő években kezdett kialakulni az osztályok fő profilja, úgy, mint kardiológia, gasztroenterológia, majd később a reumatológia. 1971-ben a kettes belgyógyászaton a megyében először történt fibroszkópos vizsgálat, illetve 76-ban végezték az első endoszkópos polipektómiát. 1978-ban nyílt lehetőség az első IRCP-re. 1976-ban érkezett haza Ugandából dr. Szonták Csaba, akiről Osvai főorvos úr már említett. Ő a Kampolai Egyetemen dolgozott, ott sajátította el a modern kardiológiai szemléletet, és az egyes belgyógyászaton kezdett dolgozni. Bár az intézmény akkori vezetése megkérdőjelezte, mint szubdisziplinát a kardiológiának a létjogosultságát, kétágyas kórteremben kezdtük a betegek ellátását. Kezdetleges eszközökkel kardiológiai őrzőt alakítottunk ki, rendszeresen alkalmaztunk elektromos kardioverziót, és 1978-tól ideiglenes pacemaker kezelést indítottunk. 1980-tól dr. Szonták Csaba lett az egyes belgyógyászat vezetője dr. Lélek István távozásával. Attól az évtől kezdve az esztergomi belgyógyászat első átépítését követően a kornak megfelelő színvonalú kardiológiai őrzőt alakítottunk ki, részben társadalmi összefogásban, részben pedig az esztergomban funkcionáló üzemeknek a segítségével, itt különösképpen a Labormim, a Medicor és a SIM marógépgyárat kell megemlíteni. A Heliga ágy melletti monitorok, 3-6 csatornás EKG készülékek, defibrillátorok, központi betegőrző, ideiglenes pacemaker készülékek, kerékpár ergométer kerültek az osztályra.
1982-től nyílt lehetőségünk echokardiográfiás vizsgálatokra, akkor egy Herige Alóka gyártmányuk mechanikus fejes kétdimenziós készülék volt, ami az országban kevés volt akkor még. Az akkori körülmények között magas technikai színvonalú kardiológiai ellátást és kardiológiai őrzőt működtethettünk. A kettes belgyógyászaton nefrológia irányába indult a fejlődés, 1984-ben végezték az első peritoneális dialízis, 80-ban az úgynevezett száraz dialízis, illetve automata peritoneális dialízis kifejlesztésére került sor, és 1992-ben volt az ambuláns otthoni dialízis kezdete. 1993-ban toxikus betegek művi detoxikálását indították. 1994-től Zsemberi Dezső nyugállományba vonulása után dr. Pák Gábor lett a kettes belgyógyászat vezetője, és 1996-tól pedig beindult a Fresenius dialízis állomány, mely az első saját dialízis központjuk volt. 1999-ben a kórház rekonstrukcióját követően a kettes belgyógyászat beköltözött az Esztergomi belgyógyászat második emeletére. A korábbi megállapodás szerint a szakmaspecifikus ellátás mellett megmaradt az esztergalom-dorogi vonzás területi megosztás. A kettes belgyógyászat gasztroenterológiai, nefrológiai, benne diabetológiai profillal, az egyes pedig kardiológiai főprofillal, benne diabetológiával látta le betegeket. A szakterületekhez tartozó járóbetegrendeléseket is az osztályok orvosai működtették, illetve működtetik, azért van itt jelen időben. A két osztály együttműködése messze menően kiegészítette egymást. 2002-ben dr. Szonták Csaba nyugdíjba vonulását követően meghirdetett pályázat elnyerése alapján engem neveztek ki az egyes belgyógyászat vezetésére. A szakdolgozókat Matrix rendszerbe kényszerült az akkori vezetés szervezni, ennek gazdasági, illetve munkaerőhiány volt részben az oka. Később a két osztály külön orvosi ügyeletét is meg kellett szüntetni, azóta egy ügyeletes látja el a szolgálatot, a belgyógyászaton szakma specifikus készenléttel. Az ügyeletes orvos feladata a reumatológia, mozgásszervi rehabilitáció, hospice, krónikus belgyógyászat felügyelete is. Így a 92 ágyas osztály, 6 ágyas kardiológiai őrző, intenzív, mellett további 106 ágy, tehát 208 ágyért is felelős ügyeleti időben. 2012. július 1-ig, az SBU beindulásáig ügyeleti időben is történt akutellátás a belgyógyászati osztályon. Az egyes belgyógyászati osztályon az ST elevációs miokardiás infarktusokat a trombolízis elterjedésekor szintén trombolízissel gyógyítottuk, illetve kezeltük, és a trombolízis fokozatos megszűnését követően az utóbbi 10 évben gyakorlatilag az ST elevációs infarktusok invazív centrumokba kerülnek a nap 24 órájában, akut koronári intervenció történik. 2003-tól új echokardiográf beszerzésével szöveti doppler és transzözofágés echokardiográfiára is lehetőség van. A kettes belgyógyászati osztály Győr után az országban a második gasztroenterológia 2003 májusában dr. Pák Gábor vezetésével megkezdte a kapszulás endoszkópiás vizsgálatokat, először vékonybél, majd vastagbélben is. Ebből PhD fokozat és monográfia is született. A két belgyógyászati osztály három alkalommal rendezte a Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli szekciójának vándorgyűlését. A rendezők a Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli szekciójának emlékérmesei, és jómagam pedig második ciklusban vagyok a kuratórium elnöke. Az egyes belgyógyászati osztály több alkalommal hozta Esztergomba a Veszprémi Akadémiai Bizottság kardiológiai munkabizottságának tudományosülését. Ebben az évben 8. alkalommal rendezzük meg a képalkotó diagnosztika a kardiológiában című konferenciánkat, mert a Magyar Kardiológusok Társasága Echokardiográfiai Munkacsoport és a Vaszori Koros Kórház Belgyógyászat Kardiológia közös akkreditált rendezvénye. A kettes belgyógyászati osztály 4 alkalommal rendezett hepatitis napot. Korábban alkalomszerűen segítettük az alapellátás és a fiatal orvosok szakmai fejlődését, különböző tanfolyamokkal, EKG, szívelégtérés, stb. Témakörökben, majd 1999-től
az egyes belgyógyászati osztály és a Pécsi Tudományegyetem Családorvosi Intézete 3-as belklinika akkreditálásával 10 éven keresztül szerveztük havi rendszerességgel a családorvosok képzését és továbbképzését. Kivételt képeztek ugye a nyári, meg a hónapok, meg a december. Az elődök sokszor meghívottak voltak, de gyakran a kórháziban dolgozó szakemberek tartották az előadást. A Pécsi Tudomány sajnálatos átszervezés, Tudományi Egyetem sajnálatos átszervezését követően ez a továbbképzési rendszer megszűnt. Az utóbbi években az Égész Gyógyszergyár segítségével kardiovaszkuláris klub működik, amelyik 3-4 alkalommal évente továbbképző programot szervez, így a továbbképzés nem szakadt meg. A korábbi családorvos képzés, illetve a jelenlegi ECIC-s tesztírással pontszerzői akkreditált rendezvény. Az egyes belgyógyászati osztályról a múlt években 12 belgyógyászat, 4 kardiológus, egy hematológus, egy onkológus szakvizsga és egy diabetológus licenszvizsga történt. Az osztály jelenlegi vezetője két ciklusban a Magyar Kardiológusok Társasága tanácsadó testületének tagja, és az oktatási bizottság elnöke volt, jelenleg tiszteletbeli tag. A kettes belgyógyászati osztályról 14 belgyógyászat, 4 gasztroenterológus, 3 nefrológus, 2 onkológus szakvizsga történt, dr. Kovács Márta PhD tudományos fokozatot ért el, és nyertek Markosowski díjat, Friedrich emlékérmet, Pro Optimo gasztroenterológ díjat. Átérünk a jelenre, a múlt rövid és hát elég száraz áttetintése után. 2011-ben a kettes belgyógyászati osztály vezetője dr. Pál Gábor nyugdíjba vonult, az osztály vezetésével dr. Gár Mariannát bízták meg. Már akkor felvetette a regnáló intézmény vezetés az összevonás gondolatát, mely azonban ismételt megbeszélést követően halasztásra került. 2012-ben a következő megbízott főigazgató korábbi vezetés szemléletét átvéve két belgyógyászati osztály összevonása mellett döntött. A végleges döntés kikerülhetetlen volt, vállalnunk kellett a feladatot. 2012. július 1-től összevont osztály vezetésével bíztak meg. 2012 év végén került elbírálásra a főigazgatói pályázat, melynek eredményeként december 1-én dr. Kanász Gábort nevezték ki főigazgató főorvosnak. Ismételt döntés elé kerültünk. Az alternatíva a korábbi osztályok különválasztása, hogy az összevont osztályon részlegek kialakítása a profilvezető kinevezése volt. A szakmák képviselőivel történt egyeztetés alapján az utóbbi mellett döntött a vezetés. Jelenleg 4 részleg működik az osztályon, kardiológia, gasztroenterológia, nefrológia és általános belgyógyászat diabetológiával. A 4 részleg profilvezetői általános belgyógyászat dr. Lászlócki Ágnes, gasztroenterológia dr. Pák Péter, kardiológia dr. Ámon György, nefrológia dr. Gár Marianna. A gasztroenterológia és kardiológia 2 A progresszivitási szintet kapott, illetve a nefrológia 2-es progresszivitási szintet. A szakmák a Semmelweis Egyetem szakképzőhelyi. Mátrix vezető főnőrévünk Sutek Gabriella. Az osztályvezető és részegvezetői főorvosi vizitek rendjét szabályoztuk. A héten 1 nap szakmai referálót tartunk. A héten 2 nap alkalommal napi megbeszélés történik az osztály orvosainak részvételével. Heti 2 nap a részlegek külön tartanak napi megbeszélést. Itt az osztály orvosait látjuk. Arató Sára belgyógyász szakorvos jelölt, Herold Rita, ugye ABC sorrendben, Herold Rita főorvos belgyógyász kardiológus, Király Andrea rezidens, Kovács Márta PhD főorvos belgyógyász gasztroenterológus, Németh Ferenc belgyógyász kardiológus, PC Adrián belgyógyász nefrológus, Szabó Balázs belgyógyász diabetológus jelölt, Valovis Ferenc belgyógyász szakorvos jelölt, és Válent Hajnalka belgyógyász diabetológus jelölt. A belgyógyászati osztályról az intézmény vezetésében dr. Pák Péter orvosigazgató, dr. Lászlócki Ágnes Mirkír igazgató funkciót tölti be. Jó magam, a szakmai vezetőtestület elnöke vagyok. Korábbi megyei szakfelügyelő főorvosi funkciót az osztályok vezető főorvosai látták el aktuálisan. A megyei funkciók megszűnése után a jelenlegi osztályvezető az országos szakfelügyelő rendszerben lát el funkciót. Dr. Pák Péter a fiatal gasztroenterológusok munkacsoportjának az elnöke, ez a FIGAMU rövidítésre hallgat.
Összefoglalva azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján kialakított rendszer működőképesnek látszik. Köszönöm megtisztelő figyelmeket. Tisztelt vendégeink, az elmúlt év őszén, amikor szintén egy emlékező ülést tartottuk, akkor meghívtam Naszadi professzor urat, és sajnos nem tudott eljönni. Baleset érte, nem volt itt, és akkor én távol létében megemlékeztem róla, hogy ki is az a Naszadi professzor. És mivel dolgoztam vele, egy pár diát hadd vetítsek le, azt gondolom, hogy mindenki ismeri őt, de aki esetleg nem, annak legyen képe, hogy kit tisztelhetünk most a következő előadónkban. Nem fogom mindet felsorolni, biztos, hogy kihagyok belőle, de hihetetlen hosszú a... Ez egy rövid kis névjegykártya a professzor úrról. A Kölcsei Gimnáziumban érettségizett és szakképzett gépkocsi vezető is vagy professzor az 50-es évekből. Az egyetemet a Sotén végezte 51-57-ben, és itt, ami minket igazán érint, 58-59-ben itt voltál segédorvos. És az emlékeimből tudom a beszélgetésünkben, hogy nagyon nem szeretted a TBC-t és a pulmonológiát. Ennek ellenére 72-től a Korányi Tüdőgyógyintézetben dolgoztál, igaz, nem TBC-sekkel, hanem hemodinamikával foglalkoztál, majd főigazgató főorvos is lettél. 96-tól 2007-ig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos orvosvezetője, és 96-tól 2006-ig a Budai Irgalmas Rendi Kórház főorvosa. Nem furcsa véletlen, hogy március 8-a nem csak a nőnap, hanem istenes Szent János ünnepe is, aki megalapította az Irgalmas Rendet, és neki köszönhetjük valahol az Irgalmas Rendi Kórházak tömegét Európába. Tudományos publikációk, hát ezt meg végképp nem mertem, mert ez azóta is biztos, hogy sokkal több van, de talán csak betekintésként olvassanak néhányat róla. Kitüntetések, van még olyan, amit nem kaptál meg, szóval... Nobel-díj, de... Nem is remélem. De azt gondolom, hogy önmagáért beszél. És talán, ha megengeded a családról egy rövid mondatot, feleség egy gyermekkardiológus, Ágnes művészettörténész, említettem négy szem közt, hogy Prokof Mária professzor asszony nem tudott eljönni a megemlékezésünkre, de külön üdvözölte Naszadi professzort, és elmondta, hogy tanította a lányodat. Unokák, nem tudom, hogy hol tartotok, de az interneten ennyit szedtem össze. Úgyhogy ennyi rövid bevezető után megtiszteltetés számomra, és azt gondolom valamennyiünk számára, hogy itt köszönhetjük professzor dr. Naszadi Attilát, és visszatért hozzánk. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák, megtisztelő vendégek! Nehezen találom a kezdő szavakat, mert annyi kedves emléket idézett föl a két előadó, hogy nehéz megválaszolni és megkeresni az igazán ideillő szavakat. Rajner János főorvos úr volt az első mesterem, az előadás címe Mester és Tanítvány, amiben azt szeretném alapvetően elmondani, hogy ő, mint mester, nem csak a belgyógyászatot adta át nekem, nagyon magas elméleti és gyakorlati szinten, hanem azt, hogy kell mesternek lenni. És ez az, ami sehol nincs leírva. De én megjegyeztem, sőt, amikor hát később abba a helyzetbe kerültem, hogy engem is annak tekintettek, akkor rengeteg esetben fölidéződött bennem, hogy is csinálta ezt a Rajner János főorvos úr? Mit, hogy is bánt a beteggel? Mit is kérdezett tőle? Milyen hangulatot teremtett a beteggel? Hogy beszélt a munkatársakkal? Mert ugye az is egy lényeges, mert a mester rendszerint vezető lesz, de nem minden vezető mester. A előadásnak a vázlata tulajdonképpen ez lesz. Az első felében a gyógyítva oktatás. Ez az, amit Rajner főorvostól igazán meg tudtam tanulni.
A második fele pedig a kutatva gyógyítás. Ebben a felső részben hadd mondjam el, hogy a beteg vizsgálat és az osztályvezetés volt az a két alapvető dolog, amiben senki mástól ilyen mértékű ismeretet és segítséget nem kaptam és nem találtam. Néhány példát erről hadd mondjak. Ő ezt már, mint informatikai szakember rajzoltam föl, de annak alapján, amit nála láttam. Tehát ő így fejből ezzel a módszerrel intézte a beteg dolgait, és ebből az egészből én csak egy dolgot szeretnék itt, ezt a visszacsatolásos részt, ugyanis erre fogok egy példát mutatni, amit ő spontán, ösztönösen tudott csinálni, ha szükségét látta. Nem kellett neki ez a diagram, és végigmenni rajta, ezt inkább az oktatásban szoktam használni. Az egyes kérdések a anamnézisben nem mindig jók. Ezért nem mindig jó az anamnézis. Bár Gottsiegen professzortól azt tanultam, vagy azt hallottam inkább, hogy a jó anamnézissel a betegség 80%-ában megállapítható a diagnózis. Ha még meg is vizsgáljuk részletesen, alaposan, akkor ez fölmegy 90-re. És ha még labort is csinálunk, visszaesik 70-re. Szóval a kérdések értéké, ítéletét, az csak úgy lehet meghatározni, hogyha nagyobb tömegen ugyanazt a kérdést vizsgálom, és megnézem, hogy hogy vezetett eredményre. Mondom a példát. A betegtől sokszor azt kérdezik, szokott-e fájni a feje? Hát erre a statisztikai megoszlás azt fogja mutatni, hogy majdnem mindenki mondja, hogy hát igen. De ha azt kérdezem, hogy szokott-e fájni a feje gyakrabban, mint hetente, akkor ennek olyan találati értéke van, hogy vagy volt agyhártyagyulladás, vagy agytumor, vagy ez a Mondor betegség, ami a artéria temporalisnak a görcsével jár, esetleg migrén. Tehát akkor már leszűkült rögtön, és nincs hamis pozitív. Ez a lényeg. Mert akkor ez gazdaságosabb és jobbá válik. És ezt ilyen nagy tömegű, ez egy Somogy megyei 5000-es vizsgálat, amit mint tüdőgyógyász főigazgató csináltam, addig jutottam olyan helyzetbe, hogy tudok egy 5000-es vizsgálati sorozatot csinálni. Annak az értékét pedig egy 100000-es populációs vizsgálaton hitelesítettük. Tehát ugye a tüdőgyász hálózat az alkalmas volt erre. Óriási adminisztrációs fegyelem volt ott mindig, mert ez egy lényeges dolog, hogy nem hasból ütötték be a válaszokat és az adatokat. Ezen a képen már a Gottsiegen professzor idejére utalok, ahol a műszeres vizsgálatok domináltak. Ott ő ugyan vizsgált beteget, és jól tudott vizsgálni. Erre példa a következő. Itten látszik, hogy valami árnyék van. A legtöbb a röntgenes azt mondta, hogy ez egy perikarditis, aminek egy kis folyadék a kísérője. És hogy ez hát nem súlyos, nem veszélyes. Gottsiegen professzor megvizsgálta a beteget, a hátán megráncolta a bőrt, és amelyik oldalon nehezebben volt ráncolható, azt mondta, hogy ott kallusza van. Méghozzá jobb oldalon. Diadallal jött a röntgenes főorvos, és mondta, hogy hát igen, hát, de hát ez bal oldalon van, hát látja, hogy a szív mellett. Professzor úr azt mondta, igen, igazad van, a szív mellett van, csak ennek dextrokardiája van. Tehát igenis a pleurája a jobb oldalon volt, a kallusza. Később aztán ugye lehetett olyan megoldásokat találni, hogy digitalizáltuk a röntgenképet, és akkor anélkül, hogy kontrasztanyagot vagy bármit csináltunk volna, a szürkeségi szinteket külön meg lehetett állapítani a géppel, és például itt egy olyan trahea és bronchus gramot lehetett csinálni, mert semmit nem kellett beadni, mert maga a kép tartalmazta, csak itt nem látszik. Ezt még tovább fejlesztve, itt ezen a területen tessék megnézni, a színes digitális pedig azt tudta megkülönböztetni,
amely szürkét már a szem se tudja megkülönböztetni egymástól, de ha a különböző finom szín szürke különbségeket elszínezzük, úgynevezett pseudokolor vizsgálattal, akkor színes röntgent lehet előállítani, és az óriási mértékig hát, finomítja a diagnózist. Végül Godzégen professzorralnak érdeme tulajdonképpen az volt igazán, hogy egy összesített szemléletet tanított meg nekünk. Ilyen módon tehát azt a bizonyos elektronikus kártyát, amit nagy nehezen valahogy sikerült nemzetközi szintre vinni, a röntgent, az EKG-t, az izotópos röntgenvizsgálatot, az MRI-t, a térbeli EKG-t, és az echokardiográfiából akkor még sehol a világon nálunk egy matematikus hallgató PhD-s segítségével meg tudtuk csinálni. Itt egy aneurizma látszik, amely aneurizma nagyobb, mint a bal kamra fele, piros a bal kamra, kék a jobb, tehát nem operálható. De a beteg nem tud kikelni az ágyból, mert ha összehúzódott a felső jó rész, amelyik egészségesnek mondható, akkor nem kiment az aortába a vér, hanem itt fölfújta az aneurizmát. Tehát gyakorlatilag alig volt perctér fogadta. Papla és professzort kértem meg, hogy nézze meg és operálja meg, mert ez így nem élet neki az ágyba. Hát ő mondta, hogy hát 50%-nál nagyobb eltérést, vagy térfogat eltérést, az kontraindikált a műtétnél. Erre szeletekre vágtuk a szívet, és mert ugye szabálytalan, tehát nem lehetett forgási integrállal, ami a gépekben van általában, hanem ki kellett analitikus módon számolni, és akkor idáig összeadva kiderült, hogy ez 60 köbcenti, és a 105 teljes köbcentinek ugyan több mint 50%-a, de a maradék még van akkora, hogy 70-es pulzus mellett egy 4 liter körüli perctérfogata megmaradhat, megoperálta. Ott voltam a műtétnél, és hajnos az történt, hogy a jó vége lesz, ne tessék, hogy amikor a levágott rész után a maradékot így össze akarta varni, nem ért össze. Mint egy telefonkönyv, amit ha össze akar hajtani, az ember a végén nem tudja összehajtani. És hát ez a Papp Lajos zsenialitása. Papp egy teflon folttal szépen befoltozta, minden öltés alá tett egy kis teflon alátétet, úgyhogy nem vágott be a fonal, és a beteg föltámadt és hazament. Ez volt csak is és kizárólag ennek az analízisnek. Na most a Rainer főorvos úrhoz itt úgy tudok visszakanyarodni, hogy ő tanított meg arra, hogy ne elégedj meg az első látszattal. Mert amikor, és ez volt az legelső élményem, referáltam neki, és úgy gondoltam, hogy na most kitüntetem magam, mert egy anginás betegnek hazafelé menet volt mindig anginája. És akkor mondtam a főorvos úrnak, hogy hát ugye ez gondolom, hogy valami családi konfliktus vagy feleség lehet a háttérben, hogy mindig hazafelé. Azt mondja a főorvos úr, megkérdezted, hogy hol dolgozik? Mondom, igen, a szemüvegkeret, vagy nem tudom milyen gyárat mondott. És azt is, hogy hol lakik? Hát az tudom a címét. Na de azt nem tudod, hogy a munkahelytől fölfelé van a lakása. Ezért mindig terhelés miatt volt az anginája, és nem azért, mert hazafelé ment. Na, ez elgondolkoztatott is, egy életre megjegyeztem, hogy nem elég az első benyomást, hanem bele kell menni mélyebbre. A másik ilyen volt, ebben nem ő volt a, hogy mondjam, a ludas, de az, hogy menjünk mélyére a dolgoknak, az hatott ebbe is. Bejött egy sárga beteg ide esztergomi kórházba, ügyeletem alatt, sárga volt. Hát azt egy perc alatt a mohos főorvos úr eldöntötte, hogy nem, hogy ez nem, tehát hogy hemolitikus ikterusza van. És kérdezte tőlem, hogy és mit csinál? Hát mondom, egyszerű a dolog. Ez mindig nyáron lesz ilyen sárga, amikor, hogy mondjam, mit csinál? Locsolja a szőlőt, permetezi a szőlőt. Azt mondja, hát akkor talán a méreg. Utána néztünk, akkor minden tankönyv ki volt téve az asztalomra, és a beteg és a tankönyv között szaladgáltam, mint kezdőorvos, és nem találtam olyan
növényirtószert, amiben ilyen ok lett volna. Közben a Mohos főorvos úr azt mondta, hogy te ennek hideg agglutininjei vannak. Hát nyáron? Na szóval, rövidre fogva, a végén kiderült, hogy félmeztelenül permetez, és a réz tartályt a hátára veszi, és azzal lehűti a hátát egy akkora területen, ami aztán az agglutinációt. Ez a gyanú volt. Aztán megnéztük réslámpával a szemén, benyomtunk 5 fokos vizet, a konyhasóoldatot, és a szemünk látára összecsapszottak a vörösvértestek, tehát mélyre kell ásni. Ezt a Rajner főorvos úrtól tanultam meg igazán. A másik ilyen dolog volt, amit szintén tőle tanultam, hogy a részletekbe is, meg a trükkökbe is, amit sehol nincs leírva. Reumás dorogi bányász, nagyon fáj a derekam. Főorvos úr nagyon kedvesen, szinte megnyerő módon kopogtatta a kalapáccsal itt, ott, amott, és véletlenül leejtette a kalapácsot. Hát erre a bányász azonnal lehajolt és fölvette. Azt mondta, na jó, akkor nem fáj a dereka. A másik azt mondta, hogy ő süket. Jelen voltam ezeknél. Azt mondta, hogy ő süket. Aztán hiába mondtak neki, kiabálta minden semmi. Akkor láttam, hogy így int az asszisztensnőnek, aki az ambulás naplót mögé vitte ennek a betegnek, és ledobta a földre mögötte. Ugye ő tudta, hogy ő süket, mármint a beteg, megserezzent. Azt mondja a főorvos úr, hát akkor maga biztos, hogy tud hallani, mert egy igazi süket a rezgésre, ami a talajon történik ilyenkor, rögtön megfordult volna, hogy mi történt. Tehát ez egy másik olyan élményem volt, hogy ilyen finomságok és mélységre hatoló trükkök azok nagyon fontosak tudnak lenni. Ezt az összegzést, ami az előbbi ábrán volt, ezt ma úgy hívják, hogy folyamatábra, és ez az, amit megint ösztönösen a professzor, vagy a Rajner főorvos úr csinált. Addig nézte, amíg a kell értéket elérte a van. Ugye ez a terápia, meg minden van. Ha nem ért el, akkor újra kezdte. Ez az a bizonyos mélyre hatolás, újra fölvenni azt az adatot, ami kell. Most ma már persze van más. Van olyan, ahol az élő rendszert megmodellezik, és a próbálgatásokat, a beavatkozásokat a modellen végzik, és amikor megjön a kell érték itt, akkor azt a bemenetet alkalmazzák az élőre. Nincs fölösleges próbálgatás, hanem egyből a jó, a betegre egyből a jó beavatkozást ejtik föl. Na, ez szeget ütött a fejembe, hogy talán a modellezéssel kéne foglalkozni. De még előtte a számítástechnikával ugye el lehetett érni. Kidolgoztunk egy olyan módszert, hogy a lidokain infúziót, hát ugye nagyon nehéz kiszámolni, hogy a terápiás szint és a toxikus szint között legyen az adagolás. Ezt a számítógép simán kiszámolta, mert ez a görbe, hát ezt fejben nem lehet kiszámolni. És akkor ezt ki is nomtatta, hogy a nővér milyen oldatból, hány cseppet, mennyi fiziológiás konyhasóba, és abból az infúzió menete hogy legyen, mennyi ideig, melyik, hogy, stb. És figyelje, hogyha szívfrekvencia lassul, hogyha kisülesedik a QRS vagy a vérnyomás esik, és itt a doktornak alá kellett írni, tehát ezzel tulajdonképpen a szakorvosnak a képzését is, és itt már jön a mesterség, és a nővéreknek is a képzését elő tudtuk segíteni. Hát eddig volt a gyógyítva tanítás, oktatás, bár a klinikán be kellett kapcsolódnunk, a Gödzégen klinikán, a medikus oktatásba is. Hát ez elfajult egy kicsit, mert 3 egyetemen kellett oktassak, az orvos egyetemen, az orvos továbbképzőbe, és a műegyetemen, ott elsősorban orvosi műszereket. Meg hát az informatikának azt a részét, ami a számítástechnika. És ezek 3-4 professzor is lett a tanítványaim közül, a Kopp Mária, a Kopper László, a Tomcsányi János, és nem is tudom, hogy... Ja, és a Ferenc Antal, akit szintén Tatabányáról esetleg tudnak róla. A tudományos kutatva oktatás dolga, vagy kutatva gyógyítás dolga a Kovács Arisztid professzor vezetése alatt, ami azt jelentette, hogy a Gottségen prof délután, amikor a klinikán elintéztem a dolgomat, átküldött
az Élettani Intézetbe, és ott kísérletes úton olyan témát adott, és ez nagyon tetszett nekem, mert a Rainer főorvos úrnál a gyakorlatiasság egy fontos dolog volt. A magyar nyelv csodálatos. A gyakorlatias azt jelenti, hogy gyakori egyben, ugyanaz a szótő. Tehát megnéztük, hogy mi az a nagyon gyakori dolog, amit meg tudunk nézni. Hát a fiataloknak a vegetatív disztóniája, ami keringési szempontból cirkuláció hiperkinetika néven ismert, vagyis lerövidül a keringési idő, és az volt a probléma, vajon a szív az elsődlegesebbe, hogy túl sok gyorsan ver, és azért gyorsul föl, vagy az az elsődleges, hogy valahol a periféria kitágul, és a szív csak azért nyomja, hogy le ne essen nagyon a vérnyomás. Ehhez kétféle módszerrel közelítettem. Az egyik, egyrészt a NASA-tól megkértem a kapcsolási rajzát egy ingerlőnek, azt megépítettük, és azzal egyrészt a hipotalamuszt ingereltük, de nem jött létre. Létrejött a tahikardia, de nem jött létre a hemodinamikai olyan változás, ami nem a tahikardiának a következménye volt. A másik pedig a kutyában, ez volt a hipotalamusz ingerlés, és ugyancsak a kutyában a szívet is ingereltük, itt kapcsoltuk ki a pacemakert, itt be, látszik, hogy itt nincs semmi, itt sincs semmi, a vér, ez az aorta vérnyomása, tehát működött a pacemaker, de ez, és az is látszik, hogy a bekapcsolásnál magasabb frekvenciára állítottuk, 123 a százal, látszik is, hogy szaporább, de megint a vérnyomás emelkedett, és nem volt olyan egyéb tünete a hiperkinezisnek, mint ami a klinikumban lehetett találni. Na, ezek után átértünk az állatkísérletre, ami abból állt, hogy most akkor nézzük meg, hogy a periférián lehet-e oka. Csináltunk a femoráliszon arteriovenózus söntöt olyan módon, hogy nyitni, zárni lehessen, mert ezzel aztán sikerült úgy fölgyorsítani, hogy amikor a saját gyártmányú termoelemmel, ami részkonstantán drótból forrasztottam a mikroszkóp alatt, meg tudtuk mérni az aorta egyes részein a véráramlás frakcióit, és azt tűnt föl, hogy a vese alig kap vért. Akkor is, amikor a teljes persztérfogat nagyon megnőtt szembe a nyugalmival, ugye nyitott sönt esetén. Na most, hogy ez igaz-e, vagy mérési hiba, azt ezzel ellenőriztük. Itt a vérnyomása a beteg, vagy a kutyának leesik a nyitott söntnél, a szívizom áramlása megnől, de a vese áramlása bizony a renális kortexben jelentősen leesik. Tehát igaz, hogy a perifériás rezisztencia csökkenése, a jó modellje a hiperkinetikus cirkulációnak, a vegetatív disztóniának, és mivel a vegetatív, és tudjuk, hogy a szimpatikus és paraszimpatikus tartozik a vegetatívumhoz, akkor az a kérdés, hogy vajon megnőtte az anyagcseréje a betegnek, vagy megváltozott-e. Ezért mértük a széndioxid, oxigénfogyasztás és a széndioxid termelést. Megserezzent. Nyitott sönt, zárt sönt, semmi. Ez azt jelenti, hogy prekapilláris szinten megy át a vér, az viszont szimpatikus beidegzésű, vagyis átsöntölődött a vér, és nem érte el a nutritív keringést. Ebből jött az a klinikai következtetés, hogy akkor a terápia következő lehet, edzés, mozgás, méghozzá nem izometriás, amikor alig mozdul el az izom, de nagyon megfeszül, hanem izotóniás, amikor az izom mozog, de nem nagyon feszül meg. Hát ezt mindenki tudhatja, hogy mi lehet úszás, kerékpár, stb. Mert akkor ez a szimpatikus prekapilláris sok felől áttereli a nutritívra, hiszen ott megnől az anyagcsere, tehát ezzel. Ha ezt sem használ, akkor béta blokkolót kell adni, ami a szimpatikus idegrendszert blokkolja. Igen ám, de a tahikardia felvetett egy következő gondolatot. Hogy van az, hogy a kis patkánynak, egérnek, ja, ugyanolyan vérnyomása van a patkánynak is, meg a tehénnek is. Hát óriási különbség. Most a patkánynak az a pici szíve, ami tudom én, nagyságrendekkel kisebb, mint az emberé. Hogy a csodába tud 120-as vérnyomást csinálni? És az ember is hogy tudja, hogyha a szív megbetegszik, miért kap tahikardiát? Hát az ember azt hinné, hogy ha beteg, akkor inkább lelassul és kényelmes lesz. De nem, tahikardiás lesz infarktusba, karditiszbe, terhelésre. A következő derült ki, most ezt már nem részletezem, de
kiderült, hogy a testsúlya az emlős, testsúlyú köbgyök, hányadosának a köbgyöke, fordítva arányos a szívfrekvenciájukkal. Ezt végig számolva az derült ki, hogy frekvenciaszor hossz, az egy konstans 300. Most ez az emberre nézve azt jelenti, hogy ha egy 27 kilós, hol van? Itt van azt hiszem, igen, 27 kilós kutyát vagy gyermeket veszek alapul, mert ez emlősökre vonatkozik, akkor ugye az a köbgyök 27 az 3, és a 300-at elosztom a 3-mal, kapom a 100-as pulzust. Ezt végignéztük egértől, viszont borjún elefántig, és a Biological Data Book, ami összegyűjtött nem tudom hány ezer vizsgálati mért eredményt, ezzel az egyszerű módszerrel ugyanazt az eredményt megkaptuk, tehát igenis hiteles volt ez a teljes emlős vonalra érvényes. Alakilag analóg emlősökre, mondjuk zsiráfra nem, meg kacsacsőrű emlősre nem igaz. Na most mi a magyarázata ennek, hogy ez a kis patkány szív, ami gyenge, nyomvat, hogy tudja ezt a nyomást előállítani? És miért azzal, hogy a frekvenciáját emeli? Hát itt a képlet, amiből kiderül, hogy az az úgynevezett bemenő impedancia, ami azt jelenti, hogy olyan ellenállás, amit a szív akkor érez, amikor nem direkt módon egyenáramot, hanem váltóáramot produkál, ami a lüktetés, ugye a pulzus, akkor nem érzi a teljes ellenállást, érellenállást, hanem csak azt, ami ott, ahova ő rácsatlakozik. Ezt hívják bemenő impedanciának, és akkor kiderül, itten le van diagramozva, ezt most nem részletezem, a nyíl jelenti, és minél magasabb a frekvencia, annál rövidebb a nyíl, hanem itt a képletet érdemes, ez a pulzus szám. Látjuk, hogy fordítva arányos a bemenő impedanciával. Minél magasabb a pulzusszám, annál kisebb a bemenő impedancia. Ez a magyarázata, hogy a patkány ugyanúgy tud olyan terhelést. Na de mi van az emberrel? Mert ugye azt is fölhoztam. Hát hogy lehet az, hogy az embernek 1,1 wattos a szív teljesítménye? Egy vasalóé másfél kilowatt. Tehát 1500 watt. És ezt az 5 liter vért tudja mozgatni. Simon Kornél ábráját megkapva megfejtettük ezt a dolgot olyan módon, hogy el kell vetni azt, hogy van izometriás szak, vagyis olyan szak, amikor minden billentyű be van zárva, és nem tud összehúzódni a szív. Ez nem igaz. Itt sehol nem látnak olyat, hogy itt nem mozogna a szív. Mert az történik, hogy mint a búgócsiga forog körbe a vér, és a pitvarból csak rásegít erre a forgásra, tehát ha én egy hintát lögdösök, akkor együl elhajtom. Ha csak nyomni kéne ugyanazt a súlyt odébb, akkor az nagyon nehéz lenne. Ezt az unokáimon kipróbáltam. És akkor az aortába kimegy, itt meg bejön. És kvázi forgatja ezt a vértömeget, mint a búgó csigát, és csak mindig egy kicsit rá kell segíteni. Na így már érthető, hogy egy watttal el tudja hajtani a 5 liter vért. Na most egy kis türelmet fogok kérni, mert itten megváltozik a helyzet. Egy mozgó filmen szeretném azt bemutatni, hogy mi történik akkor, hogyha a kis vérkörbe van gyorsult vérkeringés. Ilyen az egyik nagyon leggyakoribb dolog, megint ugye a gyakorlati fontosság, akinek lukas a két pitvara között a válaszfal. Tehát a pitvari szeptum defektus. Erre most egy nagyon modern felvételt szeretnék mutatni. Ezt tavaly Lugánóba szereztem meg, nem a mi érdemünk. És ez van. Ennek a terápiája az, hogy itt a pitvari defektus, vagy ezen mutatom inkább, itt van, és átdugják rajta a katétert, a katéteren van egy esernyő, azt visszahúzzák, és beleakasztják ebbe a falba, és ezzel bezárják a pitvari defektust. Ezzel megszűnik a kisvérköri gyorsult keringés. Talán még egyszer, ott a katéter látszik, itt a végén van ez az esernyőszerű dolog, vagy balon, és ezt belehúzzák a jobb pitvar felől, ez most a bal pitvar felől. Nézzük, és akkor ez működik.
A következő lépés az, hogy a számítástechnikai modellel hogyan tudtunk bármit is elérni. Ez is röviden lesz, mert hát nem az összes dolgot. Kis Lajos segítségével a Műegyetemre. Erre úgy került sor, hogy én elmentem a Műegyetemre valamelyik oktatási szünetbe, és megnéztem, hogy mit csinál az akkor épített új számítógép. És találtam rajta egy aorta görbét. De az nem aortából szedték elő, és kérdeztem, hogy ez micsoda. Hát téged nem érdekel. Mondom, hogy nem érdekel. Látom, hogy mi ez. És mivel a számítógép csinálta, ennek le van, megvan a matematikai leírása. Hát igen, megvan. Na áruld már, hogy mi ez. Hát azt mondja, a villám belecsap a távvezetékbe. Hú, mondom, a szív is belevág a távvezetékbe 70-szer egy perc alatt az artériás rendszerbe. És kiderült, hogy pontosan leírja ez a mechanikai, elektromos dolog, leírja. Ez maga a modell, nem részletezem, mert nem orvosnak vagy laikusnak nem érthető, de hogy felel meg, azt azért ez megmutatja, hogy ha kinagyítjuk, hogy a tüdő és a szív ezekkel az áramkörökkel, amik itt feketén vannak, lehetett utánozni. Tessék megnézni, hogy hiteles-e vagy nem. Ez egy katéterrel mért, 10 000 szívkatéterezést csináltam életemben, hát tudtam válogatni a pulmonális görbékből. Ez egy artéria pulmonális görbe, ez pedig egy echodoppleres áramlás. Ezek pontosan megfelel a modellnek a görbéje ennek, és az áramlási görbe is megfelel. Tehát hiteles a modell. Ezek után nézzünk egy klinikailag értékelhető eredményt. Itt az látszik, hogy változatlan légzés mellett, ez a légzési görbe, megvan, hogy minden normális, de a perszér fogatot levettük 6-ról 3 literre. A klinikumban ez akkor fordul elő, ha respirátorra teszik, légzőgépre teszik a beteget, és megemelkedik a mellkasi nyomás. Akkor kiszorítja a vért a mellkasból. Tehát leesik a perszér fogat, a szív csak azt tudja továbbítani, amit kap. Ez a Starlink törvény tulajdonképp. Mi történik? Azt lehet látni, hogy a széndioxid az artériás ágon csökken. Az orvos boldog, intenzív osztályon, hogy na, hát sikerült levinni a széndioxidot. Igen ám, de ha nem nézi a vénást, ami meg viszont emelkedik. És a vénás az, ami a szövetekkel egyensúlyt tart. Szépen megmérgeződött a beteg a periférián széndioxid mérgezésbe, a szöveti toxikusba. Ez a modellen így jött ki. Ezek után pénzes főorvosul, azt hiszem, annak se ismeretlen itt Esztergomba a neve, lejött hozzám, hogy ezt hogy csináljuk. Mondtam, nem kell itt hemodinamika, meg nem tudom mi. Van úszó katéter, amit szintén mi honosítottunk az országba, vékony polietilén cső, beúszik magától a pulmonálisbot, le lehet venni a vért és megmérni. Na, attól kezdve nem volt olyan lábcédula, hogy a beteg minden kezelés ellenére meghalt, mert épp a kezelés miatt halt meg. Végül maradt egy kérdés még, hogy mi van a koronária keringéssel, ha ilyen szapora lesz a szívműködés. Most divatba jött az ivabradin nevű gyógyszer, ami mérsékli és csökkenti, ritkítja a szívverést. Jó ez vagy nem jó? Hát a koronária keringésnek jó, mert ütésről ütésre kell ellátni a szívet érrel. Az előző ütés diasztolés. Ugye ez a diasztole itt, diasztolés ideje alatt töltődik föl, mert akkor laza a szívizom, bele tud menni a vér az aortából. És akkor a szisztole alatt, amikor összenyomja a koronária eret a kamrai nyomás, akkor ott nagyon lecsökken az áramlás. De a következő összehúzódás vagy elernyedéskor az újabb koronária áramlás, ez az összehúzódás ennek az energiájából jön. Szóval rövidre fogva, és hogy ez megint hiteles, ez a echokardiográfiás áramlásgörbével igazolható. Nézzék meg ezt a követ. Minden tankönyv a percenkinti koronária áramlást adja meg. Ez hamis. Tessék megnézni.
60-as pulzus, 4 milliliter megy ütésenként, 240 milliliter per minútum. 80-as pulzus, már csak 3 milliliter, ami kéne neki, 4 helyett, 3, és ugyanúgy 240-et mutat. 83 az 24. Ilyen egyszerű, de hamis, mert 4 helyett csak 3-at kapott a beteg. Tehát minden olyan közlés, amivel a percenkénti áramlás, koronári áramlás nincs per ütésekre számítva, tehát elosztva a pulzus számmal, tulajdonképpen nem megbízható, és akkor az összes ilyen tankönyvet el is lehetne dobni, mert valóban így van. A szív ugyanis nem ismeri a percet, a szív a ciklusidőt ismeri. Perc az artificiális dolog, annak a biológiához semmi köze nincsen. Na, ezek után az utolsó részhez érünk, ami azt jelenti, hogy az életmód és a magatartás a felnőttek leggyakoribb bajával, a stresszel hogyan viszonyul. Az információ eligazít. Ez az más emlősre is igaz. Például a kutyára. Hogyha látja, hogy van egy kör, meg egy ellipszis, és ezek után megkapja az ellipszisre a kolbászt, nagyon hamar megtanulja, hogy már a kolbász nélkül is oda megy az ellipszishez, és várja, hogy jön a kolbász. Igen ám, de ha az ellipszist elkezdjük körösíteni, akkor meghőköl, hogy na most mi lesz? Ez is kör, az is kör, kapok én kolbászt egyáltalán? És a tányérba nem is kerül. Ez egy stressz. A kutyának egy óriási stressz, ami teljesen ugye a viselkedését is megzavarja. Na most az emberben mik azok a legfőbb okok, amik stresszhez vezetnek? Hát kérem szépen, a döntés. Nap mint nap, milliószor kell döntsünk. És a stressz akkor lesz, a stressz nem baj, az ingereli az embert és eleveníti. A baj akkor van, ha nem tudja megoldani. És tovább működik benne, állandósul ez az idegfeszültség, én így fordítanám le a stresszt. És ha ez az idegfeszültség állandósul, akkor abból nagyon nagy baj lesz. Egyrészt a döntésképtelenség, Kopp Mária kivizsgált ezt anómia néven egy egész sorozaton, éveken keresztül egy populáción. Tehát döntésképtelenség, ami oda vezet a végén a krónikus stressz miatt, hogy az idegfeszültség tönkre teszi az egész viselkedését, magatartását az embernek, hát extrém esetben persze. Tehát azt meg kell oldani. Na most akkor nézzük, hogy a legfontosabb döntési, hogy mondjam, választani valók mik ezek. Hát az egyik az, hogy lenni vagy birtokolni. Hát hogyha ma a mai férfi embernek elé áll egy utonálló, és azt mondja, hogy pénzt vagy életet, akkor a legtöbb azt mondja, hogy hát inkább az életet, mert a pénzt öreg napjaimra tartogatom. Ezt csinálják. Ez nem vicc, ezt csinálják. Belehalnak 50 éves korukba a hajszába, mert hogy a pénzt majd öreg, de azt nem éri meg. Infarktusban meghal. A második János Pál figyelmeztet minket, azt mondja, az ember többet ér, mint bármi, amilyen lehetne. Ez csodálatos megfogalmazása. A válasz erre. A másik az szabadság vagy véglegesség. Hát ez egy kicsit triviális példa, de minden nősülés előtt ez van. Jól kell eldönteni. A harmadik, a közösségi igazságosság vagy irgalom. Ugye, bár beteg ágynál sokszor oda kerülök. Na most van kevés gyógyszerem, nagyon drága valamiből, de ennek kéne. De ha most ennek odaadom az összest, akkor a többinek nem fog jutni. Hát én úgy oldottam meg az én lelkiismeretem szerint, hogy akinek most kell, annak oda kell adni. És majd a másiknak, majd a gondviselés törődik vele, ha én jól döntöttem, hogy az is kapjon valahonnan. Végül, hát ez a hinni vagy kételkedni, ugye a tudományban nagyon fontos, hogy kételkedni kell. És csak akkor hinni, amikor már a kételkedés megdől. Tehát ez a dilemma így hát oldható meg. Nagyon gyakran hallom, hogy kompromisszum képtelen valaki. Hát kérem, az is döntés, ugye, hogy ez legyen, vagy az legyen. És akkor azt mondják, hogy egy rossz meg egy jó között, hogy hát keresd meg a középsőt. Büdös tojás meg jó tojás között nincs középső.
tönkreteszi. Jó és kevésbé jó, vagy rossz és kevésbé rossz között lehet kompromisszumot a körülményektől függően. De jó és rossz között nincs kompromisszum. Erkölcsileg nem engedhető meg. Megnézte egy nemzetközi vizsgálat, hogy mik a legnagyobb stresszképzők a munkahelyen. Mert aztán jön még a társadalomba, és akkor már be is fogjuk fejezni. Tehát az egyik a gyors munkatempó, ez 11 ezer válaszadóból 13 országban lett fölmérve, úgyhogy azért ez elég megbízható vizsgálat. A gyors munkatempó az egyik, az érzelmi terhelés a másik, az egyén képességeit ki nem használó munkakör. Na Magyarországon, talán még ma is, de régebben biztosan így volt, hogy volt egy munkamegosztás, amit tanítottak is. Csak nem úgy, ahogy most mondani fogom. A munkamegosztás abból állt, hogy a vezető a képességei szintje fölött alacsonyabb munkaerővel, terheléssel. A beosztott az a képességi szintjei, képzettsége szintje alatt, de túlzott munkaterheléssel. Hát ez is egy munkamegosztás, és pontosan ez az, ami stresszhez vezet nagyon sok esetben. Tehát tudja az illető, hogy bocsánat, hülye főnöke van, és neki, meg diplomája, meg sokkal több esze, azt mégis ő dirigál. Hát ez stressz, és ez tartó stressz. Ha csak, el nem megy onnan. Ja, és hát, hogy a munka egyhangú, az is stressz. Tulajdonképpen mondták ugye a vizsgálat alanyai, vagyis ha egy fotószalagon csak rakosgat, és nem, semmi emberi munkát nem végez. Pedig megmondták Sweeney jezsuita páter, hogy a munkának nem csak termelés értéke van, hanem jellemnevelő hatása is. És ha ezt a részét elhagyják, ugyanis abban a másfajta nem ilyenbe, abban alkotás is van, akármilyen egyszerű is, de valamit úgy ha becsavar egy csavar, az is, és a következőben meg kihúz egy csavart, az valami módon alkotó munka, ha nagyon egyszerű is, de nem mechanikus, tehát nem egy gépi dolog. Végül, hogy a kollégát nem támogatják, hát persze, hogy nem, mert versenyeznek, ugye, egymással, és az autonómia hiánya, vagyis ő nem dönthet, az is baj, ha nem tud dönteni, de az is baj, ha nincs alkalma dönteni, mert akkor passzívan sodródik, és az is stressz. A munkavállaló kizárása a döntéshozatalból, tehát ez az, amit már az előbb mondtam, a szerepkonfliktusok, ezt is már mondtam ennél a dolognál, és az, hogy a szerepek nincsenek elkülönítve, hol ezt kell neki csinálni, hol azt kell csinálni, ehhez ért, ahhoz nem ért, akkor most mit csináljon. Tehát ugye ez egy teljes zavarhoz vezet, és így van. Na most mi történik a társadalomban? A társadalom szerkezete olyan, stressz szempontjából nézzük, hogy van a gazdaság, van a politika, és ezeknek egyensúlyt kéne tartani egymással, tehát egyik se kerüljön a másik fölé, mert akkor baj van, és ezt a médiának ellenőrizni kéne. Ehelyett nem azt csinálja, hanem összefonulásukat segíti, és ő maga is beleszáll ebbe a hármasba. Tehát egy hármas hatalom alakul ki, amivel szembe az ember szinte tehetetlen. Hát egy megoldás van, terápia, hogyha alul civil szerveződés van, és humánnet. Az, hogy én most itt beszélek, ez is humánnet. Tehát olyan hálózat, ha 20 felé megyek, sokszor hívnak, akkor ez egy humánnet. És ennek az a kötelessége, hogy tudást, erkölcsöt és jó akaratot. Európa rájött, mert azt mondja, hogy a legfontosabb a knowledge-based, moral-controlled és goodwill-driven. Ez pontosan ez a három. Tudás alapú, erkölcsvezérelt és jó akarattal végrehajtott. Mind a három fontos. És akkor lesz igazán közjó, ami definíció szerűen igazságosság és béke. Persze a média azonnal támadja az ilyesmit. Aztán csapdába ejti az olvasót. Ez egy labirintus, amiből nem lehet kiszállni, kivéve, ha megtudja az igazságot. És itt jön az, ami János evangéliumban van. Az igazság megszabadít titeket. Ez kell ahhoz, hogy ebből a rettenetes sajtó labirintusból kitaláljon az ember. Na most azt mondják, hogy nem minden hatás stressz. Hát minden hatás stressz, csak nem egyformán erős. És van olyan, amit nem vesz észre az ember.
Például ilyenek az olyan szavak, amelyek tulajdonképpen idegfeszítőek, mert mások, mint amit kéne, hogy jelentsenek. Tehát akkor az ember öntudatlanul sem tud dönteni, hogy most ez vajon mi az, hogy nyitott? Mindjárt ez az első ilyen szó. Mire éppen nyomó hallom, hogy XY nem elég nyitott. Hát kérem szépen, nyitott az ólajtó, meg a galambduc, meg ha nem akarok goromba lenni, az utcalány. De az, akire ezt mondják, az hajlandó, szívesen teszi, megbízhatóan ezt a magyar szép szavakat kell használni, és nem ezt a nyitottat, mert arról nem tudjuk, hogy mit is akart ezzel mondani. A szóból magából nem is derül ki, csak ha környezetben van. A másik, hogy szerep, ugye nem azt mondják, hogy édesapa, édesanyja, hanem apa szerep, anya szerep. Ugye? Ahelyett, hogy a valódit mondanák. A hatékonyt nem is mondom, mert ez teljesen elterjedt és teljesen hibás. A szolgáltatás fontos, mert ezt mindenhol azt mondják, ahol szolgálatnak kéne lenni. Ott is azt mondja, hogy szolgáltatás. Hát az orvos nem szolgáltatást nyújt, hanem szolgálja a beteget. A szolgáltatásban az a műveltető alak azt jelenti, hogy parancsra kell intézkedni. Mert én úgy ítélem meg a dolgot, ugye? Mit ítél meg? Nem ítél semmit. Gondolik. Azt gondolom. Tehát ezek mind olyanok, amik piszkálják az embert, akkor is, ha nem veszi észre. Aztán, ha a piacon a jó paprika közé odaraknak három rothattat, és szóvá teszed, akkor azt mondja, ja kérem, a világ így működik. Hát nem igaz, mert nem így működik. Volt idő, amikor ilyenkor kivették, és vagy azt mondták, hogy akkor olcsóbb. Tehát ez mind olyan apró mérgek, tüskék, amiket nagyon nehéz. Vagy teljesen olyat válaszol, hogy ezt is biztos hallották, hogy hát nem erről szól a történet. Nincs is történet. De ezt válaszolja, hogy az ember nem tudja, hogy most ez hogy jött ide. Ez mind stressz, amit nem is igen lehet megoldani, mert nincs mivel ellensúlyozni. Na aztán ez is egy gyönyörű, hányszor halljuk, hogy ez nem semmi. Mi annak kéne lenni mindennek? Hát azt kell mondani, hogy ez már valami. Ez igen. Hát egész más, mint hogyha azt mondom, hogy hát ez nem semmi. Végül a minden relatív. Ez is úgy elterjedt ez a borzalom. A minden relatív azt jelenti, hogy minden mástól függ. Tehát csak a mindenen kívül nincs más. Amellett, hát ha valaki azt mondja, hogy minden relatív, akkor én azt tanácsolom neki, hogy ezentúl ne így legyezkedjen, hanem így. Relatív. Minden relatív. Na most nem csak a szavak, hanem néha a képi információk is bajt okoznak, mert nem jól dönt az illető, nem jól értelmezi. Hát az, hogy Németországban park megállni tilosról elviszik a kocsit, az ebből a piktogramból gyönyörűen látszik. De hogyha arról van szó, hogy Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgestellt, mi elolvas, elvitték a kocsit. Tehát célszerű valóban képi tömörítéssel megadni. Csak az a kérdés, hogy aki képi analfabéta, az hogy fogja érteni? Példa. Ez ugye mindenkinek világos, hogy ez azt jelenti, az alkohol öl, butit és nyomorba dönt. Erre jön egy alkoholista, és azt mondja, hogy nem, ígyunk, mint halálig. Messziről ez a Salvador Dali kép úgy tűnik, hogy egy nagyon szép virág. Na most tessék ezt közelről megnézni. Hát ez maga a pokol. Itt vannak a lángok, itt vannak az elkárhozott lelkek. Csak így fejezte ki, megtévesztő. Számtalan ilyen megtévesztő dolog van az életben. Ezt azért ragadtam ki, mert ez nagyon megtévesztő és nagyon jól. És aztán mik a megtévesztések a leggyakoribban? Hát az, hogy a gondolatok mások, mint a közlések. Újságírás például. A dolgok nem olyanok, mint amilyennek látszanak. Nem használható úgy, mint ahogy mondják, hogy ez egy örök darab. Szó sincs róla. Két év alatt tönkre megy. Az események nem úgy történnek, ahogy kellene. Hát ez mindegyik olyan, ami ezek már komoly stresszt jelentenek, és nagyon nehéz ezekkel úgy szembeszállni, hogy megoldja az ember. Végül a legcsúnyább dolog, hogy az igazságnak, örök igazságnak tekintett szálló igéket is eltorzították, meghamisították.
nem tudjuk, hogy ki. Ez most már divat lett. Ugye divat lett Christian Dior 1948 óta bevezetett laza öltözködése. Most ez divat lett, hogy mindenki legyen laza. Ebből aztán egyrészt a nőknél lett a gönc a göncön ruha, meg a tépet fodor alja a szoknyának, a fiúknál meg az elhasított farmer, meg a logó pulóverek, szóval a laza. Most már a parlamentben nyitott innyak van. Hát az is laza. Csak az a baj, hogy az ember nem csak a bőréig tart, hanem a ruhájáig, sőt még néha azon túl is, a tisugárzásával. Na most, hogyha egy ilyen stílusú lazaság divatba jön, akkor ez beivódik, fordítva, és az erkölcs is laza lesz, a viselkedés is laza lesz. Ami tulajdonképpen átcsapott a minibe, ugye mini golf, mini computer, mini mit tudom én micsoda, az etikára is. Úgyhogy az etikának a kicsinyítő képzője az etikett. Most azt még esetleg, mert etikát, na nem. Hát az erkölcs olyan, amit mindenki megszabhat magának. Ez a neoliberális elképzelés. Holott mindent az erkölcsnek kéne megszabnia. Ki van fordítva? Na most, hogyha azt mondja, hogy jó, hát legyen erkölcs, de csak mini, akkor az az etikett. Ez konkrétan azt jelenti, hogy tele szájjal nem szabad beszélni, de üres fejjel szabad. Na hát akkor nézzük a szállóigéket. Milliószor hallom, hogy hallgatás, beleegyezés. Ezt Mórusz Tamás mondta a kivégzése előtt, csak nem így. Azt mondta, hogy a hallgatás beleegyezésnek látszik, quitacet consentire videtur, és még hozzátette, hogy in favorabilibus, ha a dolog kedvező. Hát a kivégzés egyáltalán nem volt kedvező. A rémülettől a hallgatott, és nem azért, mert beleegyezett. A másik ilyen. Holtakról jót vagy semmit. Hát lépten nyomon a nyugati filmekbe hallom. Ez nem így van. Megnéztem. Kilonnál, ez egy spártai filozófus volt, ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy holtakról jól vagy semmit. Nem bólum, jót, hanem béne. De mortuis nil nisi béne. Meg van hamisítva. Miért nem lehetne azt mondani egy tömeggyilkosról, ha már meghalt, hogy tömeggyilkos volt? Hát miért ne lehetne? Azért, mert holtakról nem lehet jót vagy sem. Igen, nem lehetne más mondani. Csak jól kell mondani, mert már nem tud védekezni. Ebben ez a eredeti. A könyveknek megvan a sorsa. Nem egy orvosi tankönyvet láttam, ami így kezdődött. Ezzel akarta magának a felmentést adni arról, hogy ha rossz a könyv, akkor hát a könyvnek a sorsa, nem az én hibám. De ez nem így van. Ez úgy van, hogy pro captu lectoris itt van. Vagyis az olvasó képességétől függően van meg a könyvnek a sorsa. Hogyha valaki a Thomas Mannnak a bármelyik könyvét túl nehéznek találja, hát akkor félreteszi. Mert neki az sok, nem tudja megfelelően kezelni ezt a dolgot. Ezt Terencianus Maurus mondta. Én ezeknek utána mentem az eredetébe, hogy voltak, mert nem tetszett. Na ez is sokszor rosszul idézett. Épp testbe, épp lélek. Hát az ember látja ezeket a kigyúrt nyakú rohambrigádosokat, némi kétséget támad az épp lelkük felől. Hát persze, mert nem így van, hanem azt mondta a Juvenalis, hogy orandum est, ut sit, imádkozzatok, hogy legyen épp a lelke annak, akinek a teste épp. Hát ez ugye egész mást jelent. Végül a Bibliát se kímélték meg, mert azt mondják, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Hát kikerestem a Tesszaloniki levélbe, nem így van. Sőt, megnéztem a görögbe. Ott van az a szó, hogy teló, itt ez. Orvosok ismerik, a telopátia akaratbetegség. Tehát ez a szó valóban akaratot jelent. És nem is azt írta a Szent Pál, hanem azt, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Hát a munkanélküli szerencsétlen nem tud dolgozni. Most miféle Biblia az, ami erre? Azt mondja, hogy akkor ne is egyen. Szóval itt olyan hamisítások tömege folyik, ami mind-mind stressz, akkor is, ha nem veszik észre. Akkor is. Olyan, mint az arzénmérgezés.
finoman, apró adagokba, de aztán a végén mégiscsak megmérgezi az ember, csak áll és nem tudja, hogy mitől, mint a kutya, amikor nem tudta a két kört megkülönböztetni. És hát ez már nagyon régi tudás, mert a Zsoltárok könyvében ott van. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csaláv nyelvtől. Hát csak ezt meg kéne tartani. Itt a terápia. Végül megint két félreértett dolog, a haladás és a fejlődés. Ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy hát a haladás, meg nem lép, na egy, most tudtunk már előre lépni. Hát tessék megnézni, hogy milyen különbség. A haladás az esetleges. A fejlődés az egyetemes. Ezt az ember hajtja végre, ezt meg a természet. Mit csinál? Aki halad, az előre lép. Aki fejlődik, az kibontakozik. Az egész már. Ez egy egydimenziós dolog, ez egy három vagy akár négydimenziós, hogyha időbe is történik. Ez egyirányú vonalas, ez egyidejűleg sokirányú térbeli. Sok feleslegest állít elő a haladás, aztán eldobja. A fejlődés, én még nem láttam, hogy olyat állított volna elő például egy növény, vagy mondjuk azt, hogy a matematika, hogy ne pont élőket mondjak. A matematika is fejlődés, mert az előzőkön alapulva terjed szét minden irányba, és nincs mit eldobni rajta, ami a matematika fejlődésébe tartozik. Sokszor céltévesztő a haladás. Hát ezt többször láttuk. Ilyen forradalom, olyan társadalmi változás. Ugye ez mind haladás, csak éppen céltévesztő. A fejlődés szinte mindig célszerű. Eléri a gyümölcsöt. Kibontakozik a tudomány, mondjuk, vagy maradjunk a matematikánál. És végül pontosan azért, mert sokszor félre szalad a haladás, akkor ugye az történik, hogy rájön, hogy olyaj, hogy te vakvágányon vagyok, mit csináljunk? Hát akkor visszamegyünk. Ez latinul revolvere, visszagörgetni. Na ebből van a revolúció, ugye a forradalom, aminek aztán megint csak vér és szörnyűség a vége. Ezzel szemben, tehát ő revolúcióval, ő meg evolúcióval változik. Ma itt szokták most a modern, még van 3-4 percem, a modern tudományban vitatni, hogy az Úristen mindig beleavatkozik-e, tehát úgy kreacionistáknak hívják, hogy ahogy megy a világ, akkor ő beleavatkozik, hogy ez most így legyen jobb, vagy úgy legyen jobb, vagy ezt megengedi, vagy azt nem engedi meg. Hát ezen persze a laikus, meg a hitetlen ember nevetgél. Hát milyen Isten az, ha folyton korrigálni kell neki, amit csinált. Az informatika megadja erre a jó választ. A legelején, a génekbe beletette a programot, és csak a program bontakozik ki. Azt ők akár azt mondhatnám, a hetedik napi körbetett pihenés, vagy karbatett kezekkel nézheti, mert végrehajtódik az a program, ami a számítógépben is végrehajtódik, anélkül, hogy én közben folyton beleavatkoznék. Tehát ez az evolúcionista nézet, ez az, ami jelen tudásunk szerint ezt a dilemmát, hogy kreacionista vagy evolúcionista valaki, ezt ez oldja meg, hogy az informatikai program az igenis. Most itt még egy dolog van, ami az informatikának a javára írható, hogy elkezdjük az előbbi példát hozva figyelni, hogy a szavak mit jelentenek. Az előbb mondtam a nyitottat példának, ez a szemantika tudománya, és ez azért fejlődött most ki, mert a számítógépnek nem lehet akármit mondani. Ha kétértelmű utasítást adok, nem csinál semmit, vagy össze-vissza elkezd működni. Annak csak egyértelmű utasítást lehet adni. Anélkül nem működik. Tehát itt nagyon érdekes, hogy a materiális világ hat vissza az erkölcsi világra, és rákényszeríti a számítástechnikán keresztül, hogy azért egyértelműen fogalmazzunk, ne össze-vissza. Ezen túlmenően pedig az értelmezés tudomány, tehát nem csak egyes szavakat, hanem például egy egész mondatot kell értelmezni. Ugye az a hermeneutika, ezt az egyház régóta csinálta a Bibliával kapcsolatban. Na most felfedezte az informatika is, hogy hoppá, hát akkor meg kell nézni, hogy az adott szónak, ha több értelmű, akkor a kontextusba, az összefüggésekbe hogyan lehet értelmezni. És akkor azt az jelentést kell adni annak a szónak. Na hát... Na most mi a módszer a társadalomban arra, hogy ezt a stresszt azért
azért, hogy mondjam, ráborítsuk a társadalomra. Hát tessék megnézni, hogy mi a módszer. Az első dolog a média döntő többségének a megszerzése. Aztán szélsőséges veszély, hisztéria keltés. Na, akkor erre most már valami megoldást kell találni, akkor ugye megoldódik. Alakítunk egy pártot, és a párt fogja majd ezt partitokrácia címén megoldani. És ha támogatásul megszerezzük a külföldi sartót. Utána párt érdekű jogalkotás, pártos jogalkalmazás. Ez Dél-Amerikában is így megy, nehogy valaki teljesen félre asszociációval nézze, de az is igaz, ahogy gondolják. A pártos jogalkalmazás. Hát ezért akarták a bírókat nálunk lecserélni. De aztán nem sikerült. Na most a gazdasági ága a dolognak. A gazdasági ága az pedig úgy működik, hogy először is a nemzet vagyonát el kell venni a nemzettől, függetleníteni. Akkor már ugye lehet mással foglalkozni, például az eladósítással, vagy a magánosítással külföldieknek. Ennek aztán az lesz a vége, hogy ezeket nem érdekli az oktatás meg az egészségügy, nem költenek rá, mert az nem termelő ágazat. Őket a piac érdekli. Csak az a baj, hogy a piac alaptörvénye, hogy a kereslet, a piac felmérésnek az alaptörvénye, hogy a keresletet, bocsánat, az eladhatóságot mérik föl, nem a keresletet. Az eladhatóság meg reklámfüggő, és már be is zárult a kör. Hát aztán jön a munkanélküliség, a népességcsökkentés, itt vannak ezek a díszpintyek, akik ezt csinálják, a valuta alap, a World, a Világbank, a kereskedelmi, az együtt, okna, ekonomina, gazdasági együttműködés és kooperáció társasága, a Mikola most itt nagykövet, és a nagy iparosok nagyon kis számú egyesülete. Na, tehát így kell az elnyomást elérni. Hát annál nagyobb stressz persze nincs. Az ember egyes személyében két dologtól kapja a stresszt. Ha az önérvényesítése nem sikerül, vagy ha az esély egyenlőségből kiesik. Ez két alapvető dolog, tessék utána gondolni. Na most, ha ezt a kettőt, az önérvényesítést mértéktartással, tehát nem könyöklök, tülekedek, hanem mértéktartással igyekszem, és okossággal, akkor abból gazdasági jólét lesz. Ha az esélyegyenlőséget szintén mértéktartással és igazságossággal művelem, akkor abból politikai jólét lesz. És mindkettőt álhatatosan kell, nem egyszer egy pillanatra, hanem folyamatosan. Most akkor jobban nézzük csak meg, mi ez? A mértéktartás az temperancia, az okosság az prudencia, az igazságosság justícia, az álhatatosság fortitudo, a négy kardinális erény, amit Arisztotelész, majd Szent Tamás, és végül a római egyház állandóan hirdetett. De ez csak így utólag derült ki, amikor ezt én összeállítottam, hogy hát ezek azok, amik kellenek, és akkor egyszer csak rádöbbentem, hogy hoppá, hát ez pont a négy kardinális erény. Etikai elvek, hittanárom volt, szintén mesterem, most is mindig meghalt már szegény, millió gondolata föltámad bennem, regnumi atya volt, és én is ott voltam. Tehát ez alapelvek, testi-lelki támaszt nyújtani, nem követelni, ugye szeress fele barátodat alapon. Helyesen választani, erről beszéltünk már. Kockázat előnyt mérlegelni, ez fontos. Jót tenni, titkot tartani, igazat beszélni, és az emberi méltóságot megőrizni. Hát a szólásszabadság nem őrzi meg, mert rosszul értelmezik. Tessék megnézni, hogy miket mondanak egymásra a politikusok, de néha még a tudósok is, hogy az egy vén hülye. Mire a Kovács tüdőgyógyász főorvos ugye azt mondta az akadémián a folyosón, hogy oda ment egy másik társasághoz, hogy te igaz, hogy te azt mondtad nekem, hogy én hülye vagyok? Azt mondja a másik, azt mondja, hát mondani mondtam, de nem üzentem. Ugye emberi méltóságot megőrizni. Na, a terápiának két változata van. Van egy nem keresztény, de az is jó. Nem állítom, hogy az csak rossz lehet, ami itt van. Ugye ezt várja el, az embertől egy humanista, az egyéni
teljesítményben. A keresztény az lenne az ideális, de az ember feletti, nagyon nehéz teljesíteni, de iránynak jó. Sok a vesztes, mert a verseny az ugye divatba jött. Itt mindenki nyertes, itt azért sok a vesztes, mert csak segít versenyezni annak, aki kéri, itt meg azért nyertes, mert versenyezni segít azoknak, akiket megtalál. Ez ugye egész más hozzáállás, csúnya szó, nem használom, egész más szemlélet. Korlátozott önzés, nagyon szép dolog, de a korlátlan önzetlenség még szebb. Áldozattá válik sok esetben, de ez egész más, mert például a Malézer Pál áldozattá vált. De a Mindszenty kardinális az áldozatot vállalt. Nagy különbség. Végül az utolsó ábra. Milyen válaszokat lehet kibogarászni a Bibliából, amik nincsenek meghamisítva? Hát a gazdaságban a csalás, hamis reklám, adó, pénzmosás, stb. Helyett gondoljuk meg, nagy dolog az igazság, és mindennél többet ér. Ez már az Ószövetségben, Ezrásnál van. A politikában a félrevezetés, korrupció, elnyomás, hazugságok helyett az igazság megszabadít titeket. Végül a tudományban és művészetekben jelenleg az érdek megelőzi az értéket, holott, azt mondta a názáreti Ács fia, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ezt jobban megnézzük, ezt az egy utolsó mondatot, akkor elgondolkozik az ember, hogy a modern 20. századi és a 21. századi filozófiának az a megállapítása, hogy az egyetemes valóság, vagyis minden, három dologból áll. Gondolatok, dolgok, események. Tessék utána gondolni, tudnak-e olyat mondani, ami nem ezek közül valamelyik a komponense, vagy esetleg mind a három. Hát hogy lehet az, hogy ez a názáreti Ács fia azt mondta, hogy én vagyok az út, igazság, élet, amiben az igazság a gondolat, az út a dolog, és az élet az esemény. Köszönöm szépen. Nehéz megszólalni egy ilyen előadás után. Végtelenül örülök, hogy ezt a rendezvényt meg tudtuk szervezni. Örülök, hogy itt volt a professzor úr. Kicsit sajnálom, hogy megint hiányolom a fiatalokat, akiknek bizonyság lett volna, hogy ebből a kiskórházból indulva hova lehet eljutni. Azt remélem mindannyiunk nevében, hogy mondjuk egy 50-100 év múlva lesz olyan, aki itt támad, és azt fogja mondani, hogy volt egy mesterem XY. És azt gondolom, hogy ezen a napon, ebbe az előadásba, és egy kicsit a professzor úrba is ott volt, és ott van most is Rajner János. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. És nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak, mindannyiuknak. Külön köszöntöm Rajner Orsolyát, aki remélem meg volt elégedve, és egy kicsit meg tudtuk hatni azzal, hogy édesapját visszaidéztük. Engedje meg, hogy átnyújtsam a kórházvezetés nevében is ezt a... kis virágot. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Hitem, reményem szerint ezt folytatjuk. Talán Tábori Lajosék lesz a következő, akire meg kell emlékezni, a két táborira. Itt az idősebbek tudják, hogy kiről beszélünk, valamikor ősszel. Köszönöm, hogy itt volt mindenki. Viszontlátásra!